Hello zusammen, és sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit itt az SCC Customs megújult csatornáján, és a mai adásban munkáról fogunk beszélgetni, méghozzá német munkáról. Bizonyára emlékeztek, hogy az előző adásban abban maradtunk, hogy egy munkaközvetítő cégen keresztül fogok munkát vállalni és találni. Ugye ennek az apropója az, hogy sokkal egyszerűbb, és igazából ez az első megoldás arra, hogy te munkát tudjál találni, és albérletet is. Mivel ha bemész valahova, hogy oppá, mondjuk tudsz németül, és te szeretnél munkát, akkor mit fognak kérdezni? Hol van a Meldebescheinigungod? Magyarul a lakcímigazoló papírod. Hát az még nincsen. Azt meg addig nem fogsz kapni, ameddig munkád nincsen. Úgyhogy ez egy kicsit érdekes. Nem is, ez nem jó megfogalmazás. Nem azért nem kapsz Meldebescheinigugot, ugye lakcímkártyát, vagy lakcímigazoló papírt, mert nincs munkád, de viszont ha odamész idegenként, egy idegen országba, és azt mondod, hogy Herr Günther, én ki akarom venni a maga lakását, most jöttem Magyarországról, akkor megkérdezi, hogy oké, kaukció, egy hó előre, ugye 3 hó kaukció, 1 hó előre. Oké, még az is van nálad. És megkérdezi, hol dolgozó? Banki adatok? Hogy akkor vonják, vagy befizeted, vagy akármi, és mint mindig itt elkérik a munkáltatói igazolást, ezt az Arbeitsvertragot, egyáltalán van-e neked, de mivel az nincsen, így nem fogsz tudni lakást kivenni, de ha nincs lakcímed, akkor hogy vegyenek fel munkára, amikor nincs egy állandó bejelentett lakcímed? Úgyhogy ez egy ilyen ördögi köl, nincs eleje, nincs vége, folyamatos. Úgyhogy az első, ez a majdnem az egyetlen megoldás az az, ha csak nem van egy olyan jó barátod, mint nekem, hogy bemész egy munkaközvetítő céghez, általában magyarhoz, hogyha még nem tudsz németül, és ők beközvetítenek valahova, amiből ők szépen lemarják a lóvét, ugye, hát egyértelmű, nekik is meg kell élni valamiből, és ezután ők azt mondják, hogy figyelj, adok én neked szállást, és azért is, hát leveszik az ágypénzt. Én annó 350 vagy 370 eurót fizettem valami ilyesmit, nem igazán jó, mert lemarja a saját pénzét, plusz az ágypénzedet, azt a fizetésedből szinte nem marad semmi. Szó szerint értsd. És akkor abból egyét tankoljál, küldjél haza a családnak, ha egyedül vagy, akkor nem kell hazaküldeni, de nagyon kevés. Úgyhogy most, mivel igaz, hogy van lakcím, de sokkal egyszerűbb nekem is, mint hogy hónapokig itt keresgéljek cégeket, meg elmenjek, azt lebeszéljek termineket, meg beszélési időpontokat, és akkor nagy nehezen talán lesz valami. Egyszerűbb, ha elsőnek is egy munkaközvetítő cégen keresztül bekerülök valahova, és akkor majd utána szépen nézelődök, de addig is tudok pénzt keresni. Úgyhogy én is amellett döntöttem, hogy fogom is ilyen, eladom a lelkemet a munkaközvetítő cégeknek, addig, ameddig valami normális melót nem találok. Hú, de hideg van. Egyébként reggel -7 fok volt, leesett a hó, szétfagyott minden, és valahogy nem tudom, már most itt is kicsit lazultak a dolgok, mert ezelőtt mindig úgy volt, hogy már kora reggel jöttek, aztán szórták sóval, meg mit tudom, hogy mindenhol az utakat, azt reggel azért még nem volt leszórva. Úgyhogy most ez várható, meg van beszélve az időpont fél ötre, 4:30, igen, az fél 5, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Sajnos oda megint nem vihetlek be titeket, de majd meglátjuk, hogy milyen a cég maga, mert ha normális, akkor lehet, hogy tudunk velük is úgy forgatni egy ilyen kis bemutató videót, mint ami volt még anno Ingolstadtban, ugye a másik munkaközvetítő céggel, csak most nem jut eszembe a neve, de az a videó is elveszett, ugye, hogy törlődött a csatorna, hála Csatkai Szűz Máriának, aki sajátos hasonlatosságára minket is megteremtett, mondjuk jó nagy szórással, de ugye az elveszett. Mondjuk attól még tudok azzal a céggel is csinálni, egyszer lemegyek Ingolstadtba, aztán mondjuk hát csak 180 kilométer, de mindegy. Úgyhogy ha olyan a dolog, még lehet, hogy a munkaközvetítő céggel is fogunk forgatni, vagy meglátjuk, mondjuk lehet, hogy ezután a videó után nem biztos, hogy akarnak. De a lényeg az, hogy nem vihetlek be magammal titeket, viszont el fogom mondani, hogy mit ajánlottak, mennyiért, mennyi munkaórába, meg hogy milyen folyamaton ment át ez az egész. Úgyhogy elég izgalmas lesz ez a mai adás is. Mindjárt megérkezek, úgyhogy szurkoljatok. Egyébként ez benn van Ulm közepén egy ilyen kis szigeten, úgyhogy kíváncsi leszek. Célhely jobb oldalon van. Véget is ért a megbeszélés, úgyhogy mondom, hogy mi a helyzet és mi a csízió, milyen lehetőségeket kaptam. Ugye már korábban is említettem nektek, hogy a személyes találkozón kívül, ugye még mikor nem volt meg a személyes találkozó, akkor mi telefonon már egyeztettünk, és akkor kaptam egy lehetőséget. A lehetőség tömören azt tartalmazta, hogy ipari klímákat kellene szerelni, ugye nem kitelepülve ilyen nagy építményeknek a tetején, hál' Istennek, hanem egy gyárba kell összerakni, egyedi szakrajz alapján, egy műszakos munkarendbe, heti 40 órába, 17,50 euró a kezdő, ehhez jön a műszakpótlék, bejárási pénz, stb. De ugye, mint mondtam is nektek, hogy itt az a gond, hogy az 50 kilométerre van. Az egy nap 100 kilométer. Hát az most tényleg lehetne állandóan az olajat cserélni, meg kopna az autó, meg rengeteg idő, amit nem akarok. És akkor leültünk megbeszélni, meg beszélgetni, hogy akkor na, milyen lehetőségek vannak, és hát természetesen ez a mostani helyzet, ami a világban uralkodik, azért kihat Németországra is, és mondták, hogy hát most nincs olyan sok lehetőség sajnos. Én mondtam, hogy engem igazából egy valami targoncás munka érdekelne, viszont van egy lehetőség, hát igen, mivel a targoncás munkában nincs olyan, hogy egy műszakos munkarendbe, heti 40 órával 2000, mit tudom, mennyit lehessen keresni, hanem két műszak minimum. Van is egy targoncás munkalehetőség, az 35 kilométerre van innen, az megint azért picikét sok, és akkor kérdeztem, hogy jó, hát menjünk tovább, görgessük, hogy mik a lehetőségek. És most a munkaközvetítő cég most szerződik le egy új vállalkozóval, egy új nagy céggel, ahol ilyen ipari nagy, nem tudom mik azoknak a neve, olyan darukat kell szétszedni, ami ilyen autón gurul. Biztos tudja, páran közületek tudják, hogy miről van szó. Azt szét kell szedni, le kell fényezni, rendesen nagy ipari méretekbe, és utána össze kell rakni. Mert amit gyártanak ilyen nagy darukat, azokat minden országnak ugye más a színe, vagy a más a megrendelése, és annak alapján össze kell állítani, hogy mit tudom én, az araboknak feketek, a magyaroknak narancssárga, amúgy meg citromsárga, és akkor ezt kéne csinálni, ezt egy műszakba. Ugye ez egy teljesen friss cég, ugye ez a kapcsolat a munkaközvetítő között és e között a cég között. A kezdő fizetés, mivel még nincs meg a szerződés, azt mondták körülbelül olyan 15 euró, 50-16 euró körüli kezdő órabér, erre még jönnek műszakpótlékok heti 40 órába, erre mondtak körülbelül olyan 2000-2100 eurót. Egy ilyen kis pici családi cég, azt kell róluk tudni, nagyon kultúrált, és ezt kéne igazából csinálni. Azt kérdezték, hogy festéshez van-e valami tudásom, vagy valami csináltam-e már ilyen, ami fényező munka. Mondtam, hogy nem, egyáltalán nincsen. Mondták, hogy az kicsit problémám, akkor lehetne festeni, de mondtam, hogy igazából érdekel minden, ami ilyen dolog, de nem tudok. És akkor mondták, hogy hát az összeszerelés is tök jó. Mondtam, hogy ezt át akarom gondolni. Ez 21 kilométerre van a szállástól, ami már azért hát egy fokkal jobb, mint az 50 meg a 35-6 kilométer, de valamit itt helybe szeretnék, hogy ne menjen el annyi időmvel, amit már mondtam is nektek, hogy bejárni. Egy műszakos munkarendbe, az volna a legjobb, de természetesen most, ahogy látom, nem biztos, hogy ezek az igények össze fognak jönni. Majd meglátjuk. Ugye a targoncás munkánál, ugye mondtam nektek, hogy ez a szétszerelni, összerakni munka, ami 21 kilométerre van, az 15, 50 vagy 16 eurós kezdőórabér, a targoncás munka az két műszakos munkarendben, ott is 16 eurós órabérbe van az ember. Ja nem, az nem is két műszakos, várjatok, bocsánat, nem. A targoncás munkalehetőség, ott három műszakba kell délelőtt, délután, meg éjszaka ide dolgozni. Ott azért mit tudom, hogy 2100 körül lehetne ott is keresni, gondolom itt az éjszakai pótlék, vagy hát nem tudom pontosan, valami ilyesmi számokról volt szó, de ugye ez függ attól, most tök mindegy, hogy mennyi az órabér, hogy te milyen Stoyer klasszéba vagy, mindjárt mondom, milyen a besorolásod a Stoyerednek, az adózásodnak. Ugye én az egyes kategóriába vagyok, És ugye mikor már megvan a szerződés, a pontos órabér, a munkaórakód, nagyjából azért ki lehet számolni, hogy mennyi fizetés az, ami a markodat üti, amikor munkával végzel ugye egy hónapba. Úgyhogy igazából ez a két lehetőség van. Volt még egy harmadik is, de ahhoz meg E-kategória kellett volna, ilyen napelemcéghez kellett volna elmenni, és akkor ott napelemeket összerakni, azt már ki is kellett volna telepíteni. Az elektromos részen kívül mindent mi csináltunk volna, vagy nekem is kellene csinálni, de mondta, hogy erről számokat kár is mondani, mert ugye nincs E-kategóriám, amit majd azért szeretnék majd letenni. Ugye nincs E-kategóriám, és akkor így nincs is miről beszélni. Úgyhogy annyit mondtam nekik, hogy nagyon szépen köszönöm. Odaadtam az irataimat, lefénymásolták, targis jogsimat, mert ugye van darura, elektromosra, dízel targoncára, oldalvillás, homlokfalvillás, homlokvillás targis, hát mindenre van ilyen, ami targonca. A jogsím, azt mondtam, hogyha esetleg lenne olyan munka, mit tudom én, egy hét, vagy két, vagy három héten belül, ami nekem is jobban tetszene, akkor szóljanak, és akkor ugye megkérdezték, hogy hát keresek-e még más munkát, meg ilyenek, hogy máshol is érdeklődök, hát persze, hogy érdeklődök, hát dolgozni jöttem ki. Úgyhogy megnézzük, majd még a Herr Google-ön is szét fogok nézni, hát találok valamit, aztán valami céghez direktbe föl tudnám vetetni magamat, mert akkor ott már annyival is többet lehetne keresni, amennyit a munkaközvetítő cég ugye eltesz magának. De persze nekik is meg kell élni, meg valahogy el kell indulni, itt nem ezerről van szó, hogy ez probléma, de hát ha találok valami más munkát. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha van valami véleményetek, vagy kérdésetek, ezt nyugodtan tegyétek le ott lent, itt lent, ott a komment szekcióba, és ha lesz idő, energia, akkor meg lesznek válaszolva. Úgyhogy tényleg köszönöm szépen mindenkinek, aki itt van, aki támogat, aki biztat. Köszönöm a negatív kommentelőknek is, mert azok még nagyobb motivációt adnak, hogy már csak azért is megmutassam. Úgyhogy kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőtt, délutánt, hételeit, hétvégét, attól függ, hogy ki, mikor néz ezt a videót. Sziasztok!